Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon Melkirály Tamás, ez pedig az Ultrahang Plus bűnügyi műsora. A stúdióban dr. Lihi József ügyvéd. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Azonnal belevágunk, ma is érdekes témáink lesznek, előtte azonban arra kérek mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel az Ultrahang Plus csatornájára, hiszen folyamatosan érkezünk újabb és újabb tartalmakkal. És akkor beszéljünk az új ügyedről, talán ez most a legfrissebb, legalábbis amiben pont jelenleg az ügyészség elfogadta a te beadványodat. Társadalmi megítélés szempontjából és a jog útvesztői szempontjából ez egy nagyon érdekes ügy, talán foglaljuk össze a hallgatóknak az elején. Igen, hát ugye, amikor van egy apa, ugye ez Vácon történt néhány hete, másfél hónapja, aki arról értesül, mert szalad haza a lánya, a lány 15 éves, hogy apa, itt meg itt az utcán néhány embert, volt egy főjük korompos, meg három másik mögötte, ugye őt zaklatják. Egyébként körbe is veszik, tehát ott egy erőfölény, létszámfölény kialakul. Akkor ugye mit cselekszik az apa? Nevelő apa egyébként, de hát ettől függetlenül. Hát ugye kocsiba ül, és elindul ugyanoda vissza. Egy picit még idézünk el, hogy a lánynál az zaklatás az milyen formában történt? Ez egy szexuális zaklatás volt. Tulajdonképpen a férfiak egy csoportja körbeveszi azt a lányt ott a nyílt utcán. Hát oda hívják, oda csábítják valamivel. Ismerték őket egymás korábban? Vagy... Látásból, mert ugye ahogy oda jár boltba, másik is, azok oda járnak kocsmába. És kiskorú a gyerek? 15 éves. Tehát mondjuk fiatalkorú. De hát. És ugye amikor már ott van, és amikor elfogadja a cigarettát, hát akkor ugye jön az, hogy akkor körbefogják, és kompletten. Ugye úgy tűnik egyébként, hogy nem állt messze a szituáció, legalábbis ahogy a kislány elmondja, attól, hogy esetleg erőszaktevés is. Egy csoportos nemi erőszak akár? Úgy tűnt. Tehát az a szituáció az volt. Most a kislány felismeri a helyzetét, és előkapja a kulcs csomóját, azon van egy hosszabb szárú kulcs, azzal odabök a főkolomposnak ugye a nyakára, és akkor ez a mozdulat arra elég, hogy ő onnan kicsit egérutat nyer, szalad. Ezek követik egy darabig, főleg ugye az egyik. Hányan vannak egyébként? Négyen. A három másik az leül, utána a negyedik még azért követi, egészen hazáig. Tulajdonképpen lényegében a kapuig megy utána, majd amikor már aztán azzal szembesül, hogy jó, de jön ki az apa, még a lánynak van egy fiatal srác párkapcsolata is, az is otthon tartózkodik, akkor rájön arra, hogy ez itt nem jött ki, vagy nem jött be, és akkor utána ő sarkon fordul, és megy vissza a többiekhez. Na, és akkor mennek utána autóval. És mi történik tulajdonképpen az út egyik pontján? Hát az, hogy ugye az apa felismeri azt, hogy meg a lány felismeri azt, hogy ő volt az, aki leginkább zaklatott. Lehajt az apa az útról az autóval, persze menekülne, ugye a zaklató, és az autóval próbálja elállni az útját. Tehát, hogy ne tudjon elfutni. Ez alatt ott vannak terepviszonyok is, ez alatt viszont szerencsétlen személy és autó együttmozgás folytán a hátsó kerék alá kerül a zaklató, és hát ott... Szerencsétlen autó, tehát elüti? Elütésszerűség van ebből, mert tulajdonképpen ott elé akar kanyarodni, az illető pedig próbál egérutat nyerni. És hogy az autó is mozog, meg a zaklató is ugye ott próbál szintén mozogni, ez az együttmozgás úgy találkozik, hogy az autó átmegy, az egyik kerék átmegy a lábán, akkor ő már ugye nyilván lekerül a földre, és az a lába neki eltörik. Ezért viszi el a mentőhelikopter. Na most ugye utána kiszáll az apa, feldúlt állapotba, egy baltával a kezébe különben, és azzal ott még
fenyeget, nem sújt le, tehát nyilván nem akarja megölni a földön fekvő embert, de egyet belerúg. Meg hát aztán osztja. És majd látván, hogy tulajdonképpen mi a helyzet, ő maga felhívja a rendőrséget, és aztán oda kerül a mentőhelikopter, elviszik. Ugye nekem egyébként a lányom hívta fel a figyelmet arra, hogy apa az interneten őrült módon beszélnek erről az ügyről. Tehát nagyon fut az emberek véleménye rajta. És én is elkezdtem nézeget, nagyon ritkán nézek azért ilyeneket, mert nem az számít, amit kommentelnek, hanem hát, mert ahány komment, annyi fél ember. Igen. De abban egységes felfogással találkoztam, 10-ből 9, érdekes módon nyilván nem bűnügyileg, hanem morálisan, erkölcsileg az apa mellett áll ki. Ehhez képest ugye emberölés kísérlettel gyanúsítják meg ugye az apát. Miért? Mert hát valaki alá kerül a kocsi alá. Előzetes letartóztatásba is helyezik? Nem. Nem. Tehát szabad lábon védek. Szabad lábon, mondjuk ez is ritka, egy emberölés kísérletnél azért általában a letartóztatás az velejáró tünemény. Itt nem. És hazaengedik. Majd pedig, hát van egy poligráf vizsgálatunk, ahol 2 kérdést feszegetnek. El akartuk-e jutni az zaklatót? Illetve a másik kérdés, hogy a baltával mit akartunk csinálni. Na most ugye a fő kérdés mégiscsak az, el akartuk-e ütni. Mert ha igen, tehát autóval valakit én el akarok ütni, és aztán tényleg kerék alá is kerül az illető, azzal nem lehet mit csinálni, az emberölés is kísérlet. Hiszen hát ugye... Is, ha... Még akkor is, hogyha erős felindulásból fakad, hiszen el lehet képzelni azt, hogy milyen felindultság. Mindenki, aki szülő, lányos szülő... Az én lányommal történne ilyen, akkor lehet, hogy én is. Hogyne. Tehát azért biztos, hogy utána megy az ember, hogy felelősségre vonja. Nyilván nem azért, hogy elgázolja mindenképpen, de felelősségre vonja. Az például lehetséges, hogy egyébként itt egyszerűen az, hogy az apának nem volt olyan konkrét szándéka, csak egyszerűen teljesen érthetően mérges lett, beült az autóba, és onnantól elkezdtek történni az események. Így igaz. Így igaz. Az addig a pontig egészen, amíg ugye össze nem találkoztak ott a valóságosan is, fizikálisan is, mert ugye ott miután ő az apa ül a kocsiba, ez az illető pedig futna el, ugye hát nyilván az autó áll rendelkezésre, hogy elé álljunk, valahogy az útját álljuk ennek az embernek, és ott természetesen, ha a kocsi alá kerül valaki, rögtön adja magát ugye a felindulás része is, az indíték része is, hogy hát biztos a koboszúból el akarta ütni. Ez egyébként ilyenkor tehát nem, mint egy megfontolt szándékból elkövetett emberülés. Úgy hívják ezt, hogy eshetőleges szándék. Tehát nem az egyenes szándék. Tehát nem a hirtelen felindulás. Háromféle szándék van. Van az egyenes szándék, amikor el akarom ütni, és addig megyek után az autóba, ami kell. Van az esetőleges szándék, amikor ugye, hát számítanom kell arra, hogy ha esetleg bekerül a kocsi alá, akkor akár meg is halhat az autó alatt. De ennek ellenére? Ennek ellenére ugye valóságosan nem egyenes szándékkal akarom kioltani az életét, de be kell kalkuláljam, hogy az élet elvesztésével járhat ez a cselekvés. És van az erős felindulásból elkövetett emberölés, vagy annak a kísérlete pontosabban, amikor ugye egyenes szándékról van szó, csak jóval méltányolhatóbb, ugye a indíték, a kiinduló pont. Ezeknél az autó előtti, vagy alákeveredik, vagy most hívjuk, ahogy akarjuk, ezeknél ez mindenképp emberölési kísérlet egyébként? Hát adja magát, ugye a minősítés. Ez nem lehet testi sértés, vagy... Az, hogy emberölés kísérletben volt a gyanúsítás, ezen nem szabad csodálkozni. Onnan szedték ki az autó alól azt az embert. Akár meg is halhatott volna. Akár meg is halhatott volna. Viszont... ami most a napokba jött meg, a főügyészség mégis helyt adott a gyanúsítás elleni panaszunknak. Ez borzasztó ritka jelenség, meg kell mondjam őszintén, most nem akarok aránypárt felállítani, de életemben gyanúsítás elleni panasznak talán egyszer adtak helyt, még ezen kívül.
Tehát azt mondja az főügyészség, hogy ez mégsem emberölés kísérlet, hanem testi sértés. Súlyos testi sértés, hiszen ugye 8 napon túl gyógyult a, vagy gyógyul ugye a lábtörés, meg hát garázdaság még mellette, mert ugye nyílt utcán történik, és hát mégis ugye mások is láthatják. Na de hát ez már egy egész más büntetéskiszabási helyzet. Tehát a főügyészség volt olyan jó fej hozzánk, hogy már eleve gyanúsítási szemszögből azt mondja, hogy nem életelleni kísérletben kell felelősségre vonni bennünket, hanem testi sértésben és garázdaságban. Az ügyészség itt mérlegelhette a körülményeket? Igen. Mert hogy elvileg ezeket külön kéne kezelni, nem? Tehát... Igen, de szóval van először is az ügy jellege. Az, hogy valami emberileg, erkölcsileg, indíték szempontjából méltányolható dolog, az érthető. Ne, de hát attól még büntetőjogilag be kell tudni minősíteni. Helyesen. Most ugye itt arról volt szó, hogy kiszednek egy embert a kocsi alól. Viszont ott van az apa, aki azt mondja, hogy jó, de nem elütni akartam, elé állni, mert ő menekülni akart. És ő hívja ki ráadásul. És ő hívja ki. Menekülni akart az illető? Hát persze, hogy menekülni akart, mert hát az előbb elmondottak miatt neki volt menekülési oka, menekülésre oka. Hát akkor persze, akkor érthető a helyzet. És akkor jött egy poligráf vizsgálat, ami megelőzte, hogy az ügyészségnek ezt a döntését, ahol épp ez volt, el akarta ütni, vagy nem. És mit mond a műszer? Ugye a apának a nemmel való válaszadásán, nem akartam elütni. Azt mondja a műszer, hogy a kiértékelés eredménye nulla. Azaz, a műszer nem tudja eldönteni, hogy valótlan-e, de az se, hogy valós. És azért, hogy ez a pár nem mínusz egy, nem plusz egy. Hát igen. Igen. Igen, ez látod, lehet, hogy éppen a ember se tudja eldönteni. Valóságosan, hogy ott, abban a pillanatban tényleg mi volt a kormány mozdulat, de kétségtelen, hogy útját akar állni. Miért? Mert muszáj neki felelősségre vonni. Hát felelősség akarja vonni. És ez jogos. Ez jogszerű felelősségre vonás. Nyilván nem bántani kell, meg nem megverni kell, mert az már bűnügy. De útját állni, felelősségre vonni, elmondani neki azt, hogy ha még egyszer a lányomhoz mehetek, akkor mi lesz? Tehát a balta az egyébként hogy került oda? Tehát az amúgy is a kocsiban volt, mert szokott fát vágni, vagy a firtelen felindulásból magával vitte? Magával vitte. Magával vitte. Azt nem tudom, hogy a bajta enyhítő vagy sörzsbita körülmény, mert végülis, amikor ott volt a kezébe, akár akkor le is csaphatott volna, tehát az az enyhítő része. De hogy egyébként meg, hogy valaki egy baltával a kezében, egy törött lábú ember fölött, az megint csak egy érdekes. De még jó, hogy magával vitte. Az események mostani ismeretében, hiszen. Magával visz egy baltát. Miért? Mert négy emberről számol be az a lány. Na most utána elő is kapja ezt a baltát, amikor kiszáll, mert hát még ott van benne a felindultság. De hát ott áll egyébként egy maga tehetetlen helyzetben lévő ember fölött. Nyilván, ha ölési szándéka van, akkor, és ezért jó az ügyészségnek is helyes ez a panasz elbíráló határozat, nem emberölés kísérlet. Mert ha tényleg ölési szándéka van, és azért akarta elütni, hogy tényleg megölje, akkor ott a balta a kezébe, de nem használja. Tehát ott van a kezébe egy élet kioltására tökéletesen alkalmas eszköz, nem használja. Mit csinál? Indulatában jól belerúg. Aztán hagyja békén, sőt kihívja tényleg a rendőröket meg a mentőket. Tehát látszik az, hogy a felindulás, ugye az egy méltányolható indítékból fakadna, de hát azért a józanész és a belátási képesség meg gátat szab azoknak az indulatoknak, hogy ne fajuljon el. És ezért helyes az, hogy mondjuk úgy, hogy az internet népe is kiáll emellett a apa mellett, mert valójában ő tényleg úgy cselekedett. Jelenkező esetben lenne érdekes, hogy valaki mondjuk egy pedofil bűncselekményszerűvel vádolt embernél, és akkor még őt ítélik el ezek után, ugye? Hát igen, most azért képzeljük el, hogyha ez tényleg emberülés kísérletbe
kerül vád emelésre. Ott azért az 5-től 15. Tös, mert ugye nincs minősítés benne, de hát attól még 5-től 15. Az azért az egy olyan büntetési tételkeret, hogy ott nem lehet jól járni. Itt most szerinted mi lesz egyébként a büntetés? Hát én azt gondolom, mert hogy... Mert ugye ez most súlyos testi sértés, meg garázdaság. Testi sértés és garázdaság. Nyilvánvaló, hogy az ügy összes körülményére való tekintettel, és legfőképpen az indítékra való tekintettel, meg arra való tekintettel, hogy milyen ennek az emberi oldala. Mert az ember otthon ült a fotelba és nézte a tévét, tehát ő nem akart utána menni senkinek autóval, meg baltát se használni. Tehát nem úgy kelt fel reggel. Nem úgy kelt fel reggel. De a morális részét nézve én úgy gondolom, hogy nyilván lesz büntetés kiszabás. Akár szabadságvesztés is? Azt nem hinném. Tehát azt nem gondolom, hogy végrehajtandó szabadságvesztést adnának neki. A magyar bírósági gyakorlat, büntetés kiszabási gyakorlat az nagyon exakt, és az nagyon, nagyon korrekt. Én még soha nem találkoztam egyetlen egy üggyel se, nem tudok kivételt mondani. Amikor a bíróságok úgy szabtak volna ki jogerősen döntést és ítéletet, hogy ne látták volna az ügy összes körülményét tökéletesen. Itt azt gondolom, hogy felfüggesztett szabadságvesztés szóba jöhet, de ha csak egy pénzbüntetés lesz a vége, az sem tér el a megszokott bírósági gyakorlattól, mert ott van az egyik oldalon enyhítő körülményként ugye az indítéknak ugye a... És itt jön az, vagy lett volna az ugye, hogyha emberős kísérletben maradunk, hogy de hát akkor mit érdemel az apa, akár még egy életeleni kísérletnél is, aki ugye a lányát ért zaklatás miatt cselekszik bármit. Egyébként a zaklatás része annak lesz eljárása? Igen, mert ugye a lány sérelmére elkövetett utcai zaklatás, ami nyilván több, mint zaklatás, tehát nagy valószínűséggel szexuális erőszak. Körbeveszik. Az már körbeveszik. Igen. Ugye elállják az útját. Vannak szexuális utalások igen, szavakkal? Egyértelműen. Egyértelműen. Tehát aztán ugye hozzá is nyúlnak. Tehát látszik az, hogy itt a szándékot nem lehet félreértelmezni. Tehát ez lehet egy csoportosan elkövetett szexuális erőszak kísérlete. És a garázdaságot gondolom ide is akár... Hát, az már eltörpül mellette, itt inkább, és az ugyanúgy 5-től 15-ös, mint lett volna az emberölés kísérlet ugye az apának. Tehát az egy, sőt, talán ha csoportos, akkor mintha 5-től 20-as lenne. És ilyenkor nem enyhítő körülmény, hogy eltört a lába? Vagy hogy nem már igen. Valami fajta bosszút álltak rajta? Nem igen enyhítő körülmény, mert ugye ő ő egészen a lányt a kapuig követi. És az, hogy utána egyébként dühében az apa vagy a hozzátartozó neki így vagy úgy eltöri a lábát, az tulajdonképpen az ügynek egy velejáró folyamánya. Az egy emberi magatartás, egy indulati emberi magatartásnak a következménye. Az, ez miért volt ott nevű kérdés, ugye ennél felmerül? Így igaz. Itt inkább az a kérdés, hogy az, hogy lehet majd bizonyítani, és valóban bizonyíthatóvá tárgyává tenni, mert csak a kislánynak a vallomása áll rendelkezésre, nyilván a másik négy az jó felfogott érdekénél fogva tagad, vagy tagadja, amit bír, hogy az, hogy lehet bizonyítani, mert nem történt meg végül is, hiszen hát a lány valahogy kivágta magát ebből a körbefogásból, hogy ami nem történt meg, annak a kísérlete, hogy a szexuális erőszak kísérlete lett volna, és mondjuk nem szexuális zaklatás kísérlete, mert itt azért különböző cselekmények vannak, amiknek a büntetési tételkeretei különbözőek, hogy a nyomozó szervek ezt fogják-e tudni. Egyébként nyilvánvalóan formálogikailag világos, hogy mit akartak ezek az emberek, de hát mégsem történt meg a maga nemében, tehát nem volt az, hogy leteperték volna azt a lányt, szerencsére, hiszen ő a kulcs használatával ugye el tud futni. Abban én látok bizonyítási bonyodalmakat. Szemtanú lehet, hogy van egyébként? Nem tudom, van-e szemtanú. Vagy kamera, vagy... Ezt nem tudjuk, mert ugye abban a részében ugye mi sértetti képviselők vagyunk, tehát ugye a kislánynak a sérelmére elkövetett dologban. Viszont hogyha a nyomozószerv ott topon van, és ugye rendületlenül
össze tudja rakni, ugye akár csak közvetett bizonyítékokból a vádat, akkor ott ezeknek az embereknek először is, ha gyanúsítás hatájára kerülnek, akkor egyiknek másiknak bent van a hely előzetesben, vagyis letartóztatás bocsánat. Másfelől meg ott azért osztani kell. Tehát ott szintén 5-től kezdődik a büntetési tételkeret, és ott nem valószínű, hogy a törvény minimumot mondjuk elvenni. Az, aki a főelkövető volt, meg aki szintén ott volt, de aztán leült ott változni, akár években mérhető. Hogyne. Tehát akik mondjuk úgy a pszichikai bűnsegédek, mert a körbevételbe, ugye bármilyen felfogással is, de ugye a lánynak az útját elállásban, azok a bűnsegédek, az, aki egyébként valóban ugye fogdossa, próbálja macerálni, az inkább ugye a tettesi oldalnak az alanya, vagy hát így van, és hát aztán az elkövetői kör, meg az a négy ember, mert hát ugye mindegyik valahol egységes szándékkal, és ha egységes szándékkal, akkor ez már csoportos. Mert utána azt nem lehet tudni, hogyha valóban az erőszak bekövetkezik, akkor hányan erőszakolják meg közülük, meg hát hogyha úgy teszik lehetővé akár csak az egyiküknek az erőszaktevést, hogy a többi megnézi, de egyébként úgymond fizikálisan részt vesz ugye abban, hogy a lány ne tudjon elmenekülni, akkor az ugyanúgy csoportos elkövetés. Tehát ezért gondolom azt, hogyha helyén van az igazságszolgáltatás, akkor őket megmérik. A te általad védett személy esetében mikor várható tárgyalás és ítélet? Hát úgy gondolom, hogy a ügyészi panaszelbírálásnak a fényében itt már nem kell tárgyalásra menni. Tehát a testi sértést nyilván el fogjuk ismerni. Megtörtént. A garázdaságot ugyanúgy, mert hát nyílt területen történt. És előkészítő ülésen, erre találták ki az előkészítő üléseket, hogyha az ügyészség részéről a mértékes indítvány olyan, ami számunkra elfogadható, akkor természetesen tehát ezt megrovás vagy pénzbüntetés, de még felfüggesztett. Majdnem azt mondom, hogyha egy alacsonyabb tartalmú felfüggesztett, azon sem kell vitatkozni, akkor előkészítő ülésen ezt el fogjuk fogadni. És le fogjuk zárni ezt az ügyet. Van egy kérdésem, hogy ha most vajon nézik az ügyészek, befolyásolhatja ez az eljárást, amit itt mondasz egyébként? Hát az ügyészségnek van egy megszokott gyakorlata, azért a mértékes indítványokat tekintve. És azt is látom, hogy ügyészségek azért szintén tudják az ügy összes körülményét méltányolni. Tehát amikor az ügyészség egy ilyen ügyben mondjuk egy kedvező mértékes indítványt ajánl fel, azt nyilván abban a hiszemben teszi, hogy a másik oldalon a védő és ugye a terhelt is észnél van, és tulajdonképpen értjük egymás szándékát, pontosan azért, hogy az előkészítőn ezt le tudjuk a lehető legkisebb problémával zárni. Mert ennek az ügynek büntetőjogi értelemben, emberileg igen, de büntetőjogi értelemben ugye nem az apa cselekedete mégse a fő motiváció, vagy a fő eljárási csapás iránya, hanem mondom az, hogy mit sikerül rá bizonyítani azokra, akik miatt az egész kialakult. József, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm én is. A kedves hallgatóinak is köszönjük a figyelmet, ez volt az Ultrahang bűnügyi műsora. Arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra, és hallgassanak továbbra is minket, hiszen hétről hétre jövünk izgalmas témákkal, szombatonként a bűnügyi műsorunk, egyébként pedig naponta elemzések és hírek. Szép napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra, viszonthallásra.